Sziasztok, itt a podcast péntek a nyugat.hu szerkesztőségéből. Megint, megint eltelt egy hét. Itt vagyunk péntek délután, és most ö, megint csak a, az elmúlt hét néhány eseményéről fogunk beszélgetni. Kollégáimmal ülök most itt együtt. Salamon Júlia. Sziasztok, itt a podcast péntek a nyugat.hu Józing én pedig Szilágyi József vagyok. Megint eltelt egy hét. A, Kezdjük azzal, hogy. Tomi, bejönnél egy pillanatra, majd. Egy kis technikai probléma adódott, de attól mi még elkezdhetjük a beszélgetést. Gyorsan egy kis előzetest szeretnék mondani, vagy elővezetni. Nem jelent meg még ez a cikkünk, de hamarosan meg fog jelenni, valamikor délután. Köszönöm. Valamikor délután meg fog jelenni ez a cikk, egy kis zavarba voltam most az imént, mert kis technikai probléma volt, de... Megjelent Tamás, akiről mindig csak beszéltünk eddig. Egyszer Tamást is beültetjük a podcast Igen, most hogy megint, megint, nagyon gyorsan meglógott. Na, oké. Okay. Nos, tehát rövidesen megjelenik egy cikk a nyugathu ami arról szól, hogy az önkormány... Ugye jövő héten megint közgyűlés lesz. Ez, ez, a megint mondjuk egy kicsit furcsa kifejezés, hogy és négy hónappal ezelőtt volt közgyűlés, de úgy látszik, ennyire vége van a járványnak, a rendkívüli helyzetnek, és össze is hívták a közgyűlést jövő hét csütörtökre. Mi átnéztük már természetesen, hogy miről lesz szó. Érdekes dolgok lesznek, főleg azért, ugye, mert négy egy hónapig nem volt közgyűlés, másik meg az, hogy Nemény András a veszélyhelyzettel és a, a rendkívüli joghelyzet miatt egyedül polgármesterként hozott döntéseket, egészen pontosan 91 darab rendeletet és határozatot hozott, tehát erről is biztosan lesz szó majd a közgyűlésen. Az említett cikk, ami hamarosan megjelenik a nyugat.hu-n, viszont egy egészen kisebb ügyről szól. Talán uh, ti is, uh, uh, és itt célzok a, kollég... a stúdióban ülő kollégáimra, illetve rátok is, akik hallgatjátok, néztek minket, emlékeztek biztosan arra, hogy már tavaly a választási kampányban elővezette a, a, az éjjel-szombathely koal koalíció azt, hogy ezer fát ültetnek szombathelyen, és ugye ezzel is indult, és voltak is belőle viták, meg vannak, és lesznek is. Most viszont előálltak azzal, hogy ezer darab parkolót... Minden fához egy parkoló. Akar, akarnak száma. a városban ezer darab új parkolót pontosan, és erről készítettek is egy ilyen készítettek is egy ilyen tervezetet, ami ilyen több ö, dolgot tartalmaz. Ez a táblázat is benne lesz a cikkben, ami, ö, ami megjelenik hamarosan. Az a lényeg, hogy ö, amit így előre elmondok, az annyi, hogy alapjában nem a belvárosban lesznek ezek a parkolók, hanem a külső kerületekben. Viszont itt akkor most Megkérdezem Tónítól, aki a parkolókról elég sajátos véleményt fogalmaz meg mindig, hogy mi a vélemény arról, hogy a meglévők mellett még ezer parkolót akarnak csinálni a városban. Érett a Tóni megszólal mondhatok egy kiegészítést, hogy igen, tehát valóban, ugye főleg lakóterepekhez kapcsolódó parkoló bővítésről van szó. De a belvárosnak is egyes területein azért ilyen revízió elvették, hogy hogyan lehet javítani a parkoló számot, főleg olyan területeken, ahol ilyen renitens módon rendszeresen visszatértek a parkolási szabálytalanságok voltak, tehát hogy belvárosi terület is érintett, de hogy főleg azért külső lakótelek áll fent ez a probléma, és ezeket vizsgálja ez a, ez a tervezet, amire Józsi utált. És akkor Tóni elmondhatja az álláspontját. Igen, és akkor most arra vártok, hogy nekem azt kell mondani, hogy nem szeretem a parkolókat, és akkor ez így rossz. Csak a fákat. És akkor, és akkor mehetünk is a másik, második témához valójában tényleg engem érdekelnek a, a parkolók, de ez csak ilyen, 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 szimbolikája a dolognak, mint ahogy szimbolikája a, a, a parkolás a, a, modern városoknak. Tehát gyakorlatilag többet beszélünk a parkolásról, mint politikára, vagy az összes többiről együttvéve, mint hogy az annyira fontos lenne. Fontos. Önmagában is fontos, meg mint szimbólumként is fontos, csak így más miatt. Tehát én úgy gondolom, hogy ne, most ez nagyon ilyen, ilyen fura helyzet, mert én úgy fogom támadni ezeket a parkolókat, hogy igazából nekem nem ezekkel van gondom. Tehát nekem nem azzal van gondom, hogy legyen ezer parkoló, mert hogyha én laknék egy lakótelepen, és, és nem tudnám hova letenni az autót, amire nekem szükség van, akkor biztosan nagyon szeretnék egy parkolót. És azért ezért nem lehet feketem fehéren nézni, nekem az a gondom ezzel, hogy nincs mellette más. Tehát, hogy jó, építsünk ezer parkolót, de akkor Gondoljuk át, hogy hogyan lehetne másként is csinálni. Tehát közben akkor elindítok legalább egy óriás kampányt, vagy valamit, hogy üljetek, vagy, vagy átnézem a busz közlekedést, és úgy nézem már át abban a koncepcióval, hogy az sokkal több ember használja. Tehát ez az alap. Vagy, vagy, vagy építek kerékpárutakat, hogy sokkal több ember kerékpározzon. Szeretném, ha ezerrel több ember kerékpározna a városba, és lenne ezerrel több parkról. Tehát Valamit mellé tenni, ami, ami előre mutat ez, az eloltom a, 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 tüzet egy helyen, de másik, az erdőnek a másik részén épp úgy ég a tűz. Tehát igazából nem oldom meg az alap problémát, csak értitek, a big értitek. picture. De hogy? A, egy, 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 egy ilyen big picture-t, tehát hogy ne csak az, hogy van egy ilyen izolált valami, hogy ezer parkoló, mert már nem tudom, 34 ezer autó van körülbelül nagyságrendileg a városba, és hogy emellett milyen párhuzamos intézkedések történnek, ami a, ennek a tehermentesítését szolgálja. Ö, igen, tehát én úgy gondolom, hogy ha megnézzük, hogy merre felé megy el a, a világ, a, mondjuk a nyugati, fejlett világ, hát ez most buta kifejezés tudott eszembe, akkor azt látjuk, hogy azt hiszem tennap jelent meg, vagy tennap előtt jelent meg, hogy Bécs gyakorlatilag kitiltja ö, az autókat a, a, a belvárosból teljesen nekünk. Nem lehet, hogy nekünk is ki kéne tiltani, de első lépésben nem, csak erre felé kellene elmozdulni. Tehát valahogy a, a na, kicsit visszavogadok az időben, azt hiszem, hogy tavaly előtt, vagy tavaly voltam vonatátadón átadón Sopronba, ahogy Essefnek átadták az új szerelvényeit, ami nem volt egy izgalmas történet, de volt egy esev vezető, szégyenszerűen nem emlékszem a nevére, és ő mondta, hogy hogy egy, egy társadalomnak vagy egy városnak a fejlettségét nem az mutatja, hogy hány autó van, hanem az, hogy hányan használják a tömegközlekedést. És ebben szerintem igaza volt. Úgy gondolom, hogy azok az élhető és jó városok, ahol, ahol nem a parkolók száma, határozza meg azt, hogy menny, milyen az élet van, mennyire élünk jó, hanem az, hogy jó lehet közlekedni, könnyen élni. Hadd szúrjam ezt közben, hogy a múltkor, ha jól emlékszem, a múlt heti podcastben szóba került már az is, hogy a szombatén a családok egy részének már nem csak egy, természetesen már nem egy, nem kettő, hanem van, ahol már három autó is van. Csak én ma az jutott eszembe, hogy, hogy ha esetleg, ugye, Bővítik így mondjuk a lakótelepi városrészekkel, lakótelepeken az parkolók számát, számára, nem fogja még jobban biztatni az embereket arra, hogy hát akkor vegyünk még egyet, akkor legyen a, mind a két gyereknek egy autója, hogyha van nem, le, nem pénz. Nem. Mielőtt mi, mi ebbe belemegyünk, azért ezt elfelejtettem az elején, a hallgatóinkat, nézőinket arra biztatom, hogy a Facebookon kommenteljenek ugyanis ezt én itt egy, ezen a kis tableten látom. Most, hogy a Tomi megcsinálta. Most, hogy a Tomi, eddig is meg mindegy. <laughs> tehát uh, itt látni fogom, és akkor a, a, akár élőben is közbe, közbe tudnak szólni. Tegyet Vagy te közbe tudtok szólni, tegyetek fel kérdéseket. Bár ha, ha tudunk, akkor válaszolunk, ha nem, akkor meg elgondolkodunk az, hogy miért nem tudunk válaszolni. Na, tehát visszatérve akkor uh, valóban úgy gondoljátok akkor ti is, hogyha több parkoló van, az generálja azt, hogy több autó is legyen. Hát én azt gondolom, hogy amit mondtál az előbb ilyen statisztikát, hogy már családonként több kocsi van, ahhoz tényleg azt lehet mondani, hogy egy 70 ezeres, közel 70 ezeres városban, hogy 80. De uh, igen, bocsánat, közel 80 ezeres városban, azt hiszem, tehát ez egy régebbi statisztika, de tehát most szerintem ilyen 35 ezer körül tartott az autószám, amit, ha utána számolunk, akkor majdnem minden második emberre jut egy autó. És egyébként nekem a személyes álláspontom, de ezt tényleg hangsúlyozom, hogy szubjektív, az az, hogy ha megnézzük ennek a, a városnak a, a léptékét, azt, hogy milyen az infrastruktúra, milyenek a bevásárlási lehetőségek, ilyesmi, akkor én azt gondolom, hogy sokkal élhetőbb valójában biciklivel megközelíteni egy, egy csomó pontot, és nem... Szombatejről szokták mondani azt, hogy biciklis város, és hogy nem azért biciklis város, mert nem tudom, a középosztálybeli 30-esek felültek a biciklire, mondjuk, mint Budapesten. Mondjuk ez egy ilyen trend, hanem csomó ember biciklizik, így szocializálódnak a gyerekek, és szerintem ebben nagyon sok potenciál lenne. Ugyanakkor, mondjuk, olyan dolgokon lehet ezt szerintem jól mérni, hogyha nem tudom, hogy az anati úton szoktatok el biciklizni, ugye ez egy azért több dolog miatt kardinális egyrészt, amiatt, mert azért az anai útnak volt egy felújítása az elmúlt évtizedben, tehát a kerékpárút is ugye rendben lett lakva az előző ciklus alatt, Ugye, másrészt meg ugye nagyon nem, sok. Nem, nem lett rá. Hát, hogy ilyen, ilyen fél nem, sárga születek. festék, ahova jutott. Igen, igen. Tehát, hogy ezért is fogalmaztam óvatosan. Másrészt nagyon sok ember használja ezt a bicikli utat. Én ritkában, ritkábban, de végig szoktam ezen a bicikluton tekerni, és hát nagyon sok logikai buktató van azon, tehát nem csak az, most a kártyukról beszélek, vagy a, a felfestés mienségéről, tehát nem csak az aszfalt minőségéről, hanem látszik az, hogy a tervezésnek a szintjén vannak óriási problémák, tehát nem tudsz végigmenni egy szakaszon úgy, hogy ne kéne, mondjuk a Szent Márton utcától a Nagy Teszkóig kétszer átmened az anati útnak az egyik feléről a másik felére, ami vajuk be, hogy egy picit abszurd, hogy nem tudod ad megtenni ezt nem tudom, mondjuk 1200 méteres szakaszt. Ez mondjuk csak egy ilyen szemléletes példa arra, hogy, hogy mondjuk milyen az, amikor egy ilyen kommunikáció szintjén azt mondjuk, hogy valami biciklis város, és milyen az, amikor az egyik legterheltebb biciklis szakaszon óriási ilyen logikai bukfencek vannak. Én most nekem mondanom kell valamit, mert én nem szombatén születtem, 20 évesen költöztem ide, mecsekbe nőttem fel, és mi nem így bicikliztünk. Tehát én idejöttem, és amikor megláttam, hogy felnőtt emberek így, így bicikliben mennek dolgozni, meg hogy a postásnak biciklivel iszonyú vicces volt, és, és akkor így, így csodálkoztam rajta, hogy ilyen is van, és akkor néhány év múlva beszereztem az első biciklet, és azóta is én, én kerékpárra közlekedem, amit lehet, ez egy nagyon-nagyon jó közlekedési eszköz, sok ok, olcsó, meg egészséges, meg, meg tiszta, meg mi egymás, és iszonyú lehetőségek van. Tehát az Isten és is biciklizésre teremtette szerintem. Szóval egy ilyen lajlapos Város, ahol nincsenek távolságok, gyakorlatilag 10 perc alatt mindenhol oda tudok érni kerékpárral, és, és azt nem értem, hogy, hogy erre lehetne fel, és, és sokan szeretik, tehát meg, meg még többen szeretnék, hogyha meg lenne ennek az infrastruktúrája. De soha nem láttam még, most már, nem tudom, azt hiszem 30 éve van körülbelül önkormányzat, valódi hatalommal, valódi döntési jogkörrel, és nem láttam még semmi ilyen komoly, ami, 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 Pesten ez legalább lezárták hát, hát, a körültet, pedig, és akkor lehet bicik, az egy, az egy határozott lépés. Pedig, pedig, folyamatosan. Én, ha jól emlékszem, már Szabó Gábor alpolgármestersége alatt, ami ugye 2010 és 2014 között volt, amikor ő alpolgármester volt, Ipkovics György polgármester mellett, nekik kimondottan az egyik feladata volt a bicikli bicikliutak fejlesztése, rendszer kidolgozása, és bizony nyert is a város elég sok pénzt mindenféle pályázatokon. Szerintem ez, csak a dolognak amúgy az egyik része. baj. Tehát, hogy szerintem most érdekes, hogy egyébként három témával készültünk, és most valahogy nagyon szeretjük a, a parkolók kapcsán a biciklikról beszélni, azért nagyon alattomosak vagyunk, de hogy egyrészt mondjuk mi a helyzet mondjuk a gyerekek biciklishoz oktatásával, tehát hogy az, hogy, hogy, milyen az infrastruktúra, annak szerintem vannak ilyen szoft elemei is, amik szintén érdekesek, ez jut eszembe, meg elárulnám egy titkos vágyamat, én csak mindig az önkormányzatról beszélünk, de én annyira el tudnám viselni, hogyha mondjuk a szombathelyi sok embert foglalkoztató múltik mondjuk ilyen biciklis fotákat vásárolnának, és mondjuk a Y-cégbe a mérnök kollégek, a cég arculati színeire festett biciklikkel érkeznének, az, az olyan, nem tudom, olyan, olyan cool lenne. A ja, cool lenne, de ez nem hiszem, hogy magáncég feladata. Tehát most mm. a magáncégnek a a, van ilyen trend? A, a, van ilyen trend, csak nem biztos, hogy tőlük kell elvárni elsősorban. Tehát lett ilyen álmaink, hogy akkor ott kimenni, és kódolok, cool de szerintem ez, ez, ez abszolút önkormányzati e igen, vagy és állami e, feladat. E, azért e, e, erről majd én mindjárt mondok egy pár, pár mondatot, hogy az, az önkormányzatnak, illetve a politikusoknak mi is az érdekük ebben a, a dologban, és, és akkor visszatérünk egy kicsit a parkolóhoz, de előtte. Eh, Kit érdekelnek hív... a parkolók. hívjam fel, megint nézünk, olva, hallgatóink figyelmét, hogy várjuk a Messenger üzeneteket itt az élő Facebook közvetítés alatt. Az előbb valaki rá beköszönt már, hogy sziasztok. Nem Szia. tudtam meg, pontosan megnézni. Szia! Várjuk a hozzászólásokat, kérdéseket, véleményeket is lehet akár. Még abban is benne lennék, hogyha egy komplet kerékpáros koncepció érkezne nekünk ha, most itt Messenger-et. Mit a Tónival egy pillanatra? Aztán... Egy, igen, oké, csak, hadd fej, csak annyit hadd, hadd mondjak, hogy az önkormányzat egyébként folyamatosan, meg a politikusok ugye azt látják, hogy parkoló hiány van. Hát akkor mit csináljuk? Akkor csináljunk parkolót. Nem, van olyan is, hogy bicikliút hiány van, hát akkor egyébként van bicikliút koncepciója. A városnak vannak programok, épülnek is időnként, át is adnak. Egy, -egy Be is darabot. jelentenek. Igen, 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 de tehát gyakorlatilag ugye az önkormányzat ebben a szempontból kielégíti a lakók igényét, és mivel szombatén nagyon sokan laknak lakott telepi része, a környezetben, és ott a legnagyobb probléma a parkolóhiány, ezért ezt fogja most megcsinálni. Na no, de én, én, egy, 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 egy ö, választott testület ö, nem elsőben azt várom el, hogy, hogy, nekem örömet okoz. Hát azt is, hogy, hogy valamiféle utat mutasson a jövőbe, hogy, hogy valamilyen ilyen elképzelése legyen, mert én nem érek rá minden nap bemenni az önkormányzatra, és akkor ott bicikli utat tervezgetni, meg nem is biztos, hogy annyira értek hozzá, hanem ez az ő dolguk lenne. Legalábbis én, mint, mint választópolgár, ezt várnám el. Most nyilván valaki a, 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 parkolókat várja el, csak az, 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 az ilyen egy helyben való Járásnak tűnik, ami, ami előbb-utóbb szerintem valahogy itt így összedől a saját súlyánál fogva. Nekem két, két reakció, még az egyik a, a kis céges vízióra. Arra, tehát, hogy nyilvánvalóan ez nem mert hogy mondjuk, hogy egy cég teszem azt, tud adni az alkalmazottjainak üzemanyag hozzájárulást, ami végülis az ilyen kafitériának egyfajta ilyen minősége, akkor szerintem ugyanígy ez is ugyanúgy elvárhat, vagy egy ilyen jobb jövőbe mutató gesztus tud lenni, hogy mondjuk nem benzin pénz kap, hanem adott esetben mondjuk az a kolléga kap támogatást, aki biciklivel jár, és ugyanilyen dolgnak tudnék tartani egy biciklis flotta beruházást adott esetben, ez az egyik, de ez nem a városi komplex kerékpár bérlőrendszer, amiről én beszélek, hanem arra, hogy mondjuk egy cég investál 50 egyforma biciklibe, de ez csak nyilván egy ilyen vízió, vagy igen, és a másik rész, amiről beszélgetünk, mondjuk azt gondolom, hogy tényleg, hogyha lakótelepeken járunk, akkor nyilván ott adott esetben vannak konkrét ilyen eseti károk, az emberek lehúzzák egymás kocsiját, tehát nyilván van egy ilyen jelenben kezelendő probléma, de attól függetlenül abban igazatok van, hogy tényleg elvárható egy köztestülettől, hogy ilyen jövőbe mutató intézkedéseket tegyenek. De én tényleg azt hangsúlyoznám, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen szoft dolgokra is lehetne figyelni, és amit itt szerintem mindketten felvetettetek, abban az az izgalmas, hogy hogy lehet, hogy a biciklis lobby ez nem elég hangos. Tehát, hogy mondjuk most mi itt hangosak vagyunk, és átoltuk a parkolós beszélgetést a biciklik irányába, de hogy lehet, hogyha azok, akiknek ez szívügyük egy picit hangosabbak lennének, akkor, akkor, a köztesületnek a figyelme is jobban terelődne erre a kérdésre. Ez nyilvánvaló, csak Magyarország egy picit mindig egy vezérelt társadalom volt. Tehát, hogy, hogy én abba látnám a, a megoldást, vagy a kezdeteket, hogy hogy a tudatot át kell, és nem tudatformálás ezzel nagyon szép szóval jöjjek, hogy az szép lassan, ilyen eseményeket, de nem, nem biztos, hogy ez csak pénzbe kerül, tehát ilyen eseményeket rendezek, egy is találkozó, egy kerékpáros, hogy de a figyelmet, hogy van egy ilyen lehetőség is. És hogyha még ezt megtámogatom még egy, egy fejlődő infrastruktúrával, akkor, akkor néhány év alatt azért gondolom, ilyen. lehetne Jó, csak azt van, ne miféle. felejtsük el, hogy azzal lehet, hogy csak egy az embernek milyen autója van, de azzal, hogy milyen bicikli el. De azzal is lehet. Igen. <síthat> 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 Nekem egyik ismerősünk külföldön lakik, most mondta, hogy, 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 ahol lakik abban az országban, hogy gyakorlatilag már majdnem mindenkinek elektromos kerékpárja van, és nagy valószínűséggel ide is be fog gyűrűzni ez a, ez a történet. Csak ugye itt is infrastruktúra kellene hozzá, stb. Többi, stb. Többi. Nem mindegy egyébként, hogyha most elmész a Tesco-ba bevásárolni mondjuk, hogy autóval mész, ahol, ahol, egy ilyen egy tonnás vasat még cipelek magammal, abba ülök egy egy tonnás vasba, és azt az energiát használom fel, kimegyek, visszajövök, vagy pedig egy 10 vagy 20 kg kerékpárnak az energiáját, akár én állítom elő fizikálisan, akár elektronikusan, hát az nem egy komoly energia szükséglet. Mert... igaz, hogy de azért az, azt is lehet látni azért, hogy kinek van. Jó bicikli. Most már 20 percet eltöltöttünk ezzel az egy kérdéssel, szerintem váltsunk egy kicsit témát, de persze nektek, nézők, hallgatók, nyugodtan írjatok nekünk, még a bicikli utakról, a parkolókról is közben, a Messenger itt a Facebook közvetítés mellett. A másik témánk, amit kijelöltünk, az a Bloomsday-jel kapcsolatos, mégpedig kimondottam azért, mert ez egy ilyen E, a to, tovi, hogy is fogalmaztál? ez milyen program ez egy e ilyen... Réteg? Nem csak nem. az, hogy réteg, Multikus. hanem az, hogy, nem. Eh, hogy ez... ez... Eh, Neurotikus? Nem tudom, mindegy, majd eszünk, <laughs> eszünkbe jut. E, egyébként... Problematikus. E, e, Sal, ez a barkó barkóba rész. Salamó Júli kolléganőnk tevékenyen részt vett. arra kérlek, Júli, ezt ez meg, mert szerintem egy nagyjából néhány száz ember tudja, hogy miről van szó. És tehát volt egy ilyen rendezvény a héten, és Júli volt az egyik uh, főszervezője, és nagy tudor ennek, hogy próbáld elmagyarázni a, a hallgatóknak, hogy, hogy mi ez, és hogy ez szerinted miért jó. Uh -huh. okay. És próbáld mindig, mindig kevesebb embert elriasztani ez a, a feladatot. Nézem, Nem. hogy most hányan néznek, és figyelem, hogy közben okay, hogyan változik. Kérem a hallgatóságot, a nézőséget, hogy támogassanak a jelenlétükkel. Hát, szerintem az, az lehet itt a kulcs, hogy... Tehát a Bloomsday az egy szép irodalmi műhöz kapcsolódik, most nem ebben a részébe fogok belemenni, hanem inkább abba, hogy miért kapcsolódik szombathelyhez, vagy hogy, hogy hogyan változott ez a program az elmúlt két és fél évtizedbe. Az van, hogy szombathelyen 94-ben kitalálta egy alkotócsoport, tehát képzőművészek, alkotó emberek, hogy milyen jó volna James Joyce Ulysses regényét ezen az emblematikus június 16-ai napon megünnepelni. Ez a, ez a, regény egyébként így a 20. század elején született, és nem belevánve igazából egy, 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 egy egynapos történetét mutat egy be. 16 egy június 16-át mutat be ez a regény, a Dublinba játszódik, a 20. század elején, és igazából egy nagy, nagy tivornya, egy nagy kocsmajra járás, ahol így az életnek mindenféle területe így számba kerül, és ennek apropóján azt gondolták a helyi alkotók, akik egyébként itt fontos megjegyezni, hogy adott esetben nemzetközi művészeti műhelyekbe voltak beágyazottak, tehát jó kapcsolati rendszerük volt. Ők hogy hát szombaton is jó lenne megünnepelni ezt a június 16-át, illetve még talán azt is fontos elmondani, hogy a regénynek egyébként van egy ilyen szombathelyi vonatkozása. A főhős a regény fikciója szerint a felmenői között van szombathelyi lakos, vagy hát volt szombathelyi lakos, tehát ez a kapcsolat. De egyébként tök sok városban ünneplik ezt a világon, és nagyon sok helyen, nagyon sokféleképpen, tehát adott esetben kocsmázással, ilyen szórakoztató rendezvényekkel, valahol irodalmi bemutatókkal, tehát nagyon sokféleképpen ünneplik a, a Bloomsday-t, és nagyon sok minden fér bele. És amit talán kérdés lehet, hogy Gyakorlatilag 94 óta nagyon sokféleképpen ünnepelték meg ezt a napot itt a városban is. Először egy ilyen nagyon kísérletező, gyakorlatilag a még fel nem újított a rombjain indult ez az egész rendezvénysorozat, kísérleti zenékkel, tehát az animason szisztem játszott például a 90-es években rendszeresen a bloomsday -eken. és akkor nyilván ez az esemény, ahogy így elkezdett így felnőni, és picit így kikerülni a művészek szervezése alól, így más szereplők is bekapcsolódtak, picit így intézményesült, professionalizálódott, és ahogy ez lenni szokott, ilyenkor azért van egy olyan dolog, a, mondjuk egy ilyen, egy fesztivál életébe, hogy ahogy professionalizálódik, egy picit így a kreatív tartalom adott esetben így háttérbe szorulhat, meg nyilván minél több szereplő szár be, be a szervezésbe, annál sokféle koncepció kezd el versenyezni. Nem tudom, hogy még mondjak. É, nekem van egy fontos Aha, hozzá fűzni valam, el? hogy ez, ez, a könyv, ez viszonylag kevesen ó, olvasták, olvassák, de akik olvassák, azok hatalmas kótusz van a könyv körül. Tehát az azt jelenti, hogy ó, szerintem a világon több millió, vagy tíz millió ember van, aki ennek a könyvnek hatalmas rajongója. Tehát, és ezáltal, tehát a könyv által hely bekerült a világirodalom vérkeringésébe, tehát hogy a főhős családja helyről származik. A virág Igen, és, és, ezzel nagy valószínűség szerint lehetne kezdeni valamit. Egyrészt helyi szinten lehetne kezdeni ezzel az érdekes tényjel, másrészt pedig akár egy ilyen nemzetközi nappá lehetne ezt tenni, ami én el tudom képzelni, hogy Japánból és Argentinából ide repülnek ezért, mert annyira szeretik ezt a könyvet. Egyébként én annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye ilyen értelmiségi társaságokból időnként előjön ez a könyv, és azt szokták mondani, hogy, hogy mindig keresik azt az embert, aki látott már olyat, aki végigolvasta mert elég nehéz az legalábbis az eleje. Őszintén egyébként nem olvastam végig. Nekem van egy példányom belőle. Ö... Ami nálam van. Igen. <laughs> Hogyan, hol hogy, hogy tartasz? Hogy hát el? figyelj, most már túlítottam az első száz oldalon, úgyhogy én remélem, <laughs> hogy tehát nyáron sikerül ezt a regényt befejezni. Hát mondjuk el azért azt is, hogy ez egy közel e ezer oldalas Igen, regény, egy és egy ilyen tényleg tudat olvasom, folyam. Már. Igen, igen. De pont azért szórakoztató, azért ezt is jegyezzük. meg. De... Tehát nagyon kevés olyan ember van, aki valóban el is olvast, ennél többen vannak olyanok, akik azt mondják, hogy igen. Viszont én úgy tudom, hogy Tóni azok közé tartozik, aki elolvasta valóban. Nem, most kikotyogt a nagy titkot. <laughs> Nem ez a története annak, hogy, hogy elkezdődött ez a Bloomsday valamikor 90-es évek közepén, és akkor utána mindig összejöttek a, 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 ott, ott a téren az emberek, és akkor itt volt az ír nagykövet, és akkor elmondta, hogy jó, de én láttam a szemeken, nem olvasta senki ezt a regényt, vagy nagyon kevesen legalábbis a jelenlevők közül. És gondoltam, én most elolvasom ezt a, a, a regényt, és bebizonyítom, hogy ez egy rossz regény, és akkor majd, majd jól megmondom itt a tutit mindenkinek. Meg, annál an, an, is, annál is, is inkább igen, mert a szerbantal, aki egy nagyon ismert magyar uh, irodalom történész volt, és tényleg nagyon-nagyon jókat írt mindenről, és azt írta, hogy ez egy bluff. És akkor elkezdtem olvasni a regényt, mondtom, de ezer oldal, és akkor hogy ugyan száz ugyan oldal után, már nem csak kitartás, uh, és akkor 100, 150 oldal után ilyen, ilyen nagyon beindult, és nagyon kinyílt, és így hatalmas olvasmány élmény volt amikor erről írtam azt, hiszem, hogy talán 10 pontot adtam rád életemben talán még mikor a könyveket, kettő vagy három olyan volt, amire 10 pontot adtam, és ez egy hatalmas beregény. Szerintem nem is lehet ezen vitatkozni különösképpen. Az más kérdés, hogy mennyire olvasmányos, és nem olvasmányos. De igazából abból, amit mondtok, szerintem az, a, az az, izgalmas, hogy arra le lehet így rákanyarodni, hogy, hogy kb. nem is az a lényeg, hogy betűről, betűre olvastad, szóval ez kicsit olyan, mint a Biblia, hogy nem ülsz lefeltetlenül, nem tudom, Mózes öt könyvénél, és olvasod el az apostolok, apostolok hanem az lényeg, hogy van valami között ehhez a regényhez, és itt az a kérdés tényleg, hogy ennek a világszinten jelenlévő rajongói tábornak az ilyen virtuális közösségébe, adott esetben szombathelyről be lehet kapcsolódni, és hogy ebbe milyen potenciálok vannak végül is, ez a, ez a, nagy kérdés. És pont, pont emiatt az ilyen, nem tudom, milyen 20. századi modern irodalmi vonatkozások miatt, ugye lehet, hogy kevesebben tudnak kapcsolódni, mert egyszerűen mondjuk, nem tudom, az Ulisses nem középiskolai olvasmány, vagy hogy szóval így nem kerül annyi ember látóterébe, de igazából ez már inkább a, nem is tudom, ez ilyen művészeti szervezői kérdés, hogy mennyire kínálunk ilyen kapcsolódási felületeket, illetve talán az is kérdés, hogy tényleg a város az milyen ilyen vízióba, vagy milyen távlatokba gondolkodik ezzel az egészen kapcsolatban. Az, azért nagyon érdekes, fontos jelenség, vagy, vagy, vagy könyvid szombathelyen, mert ez tényleg egyedi. Tehát, hogy a, én nem vagyok nagyon biztos benne, hogy itt a római emlékek annyira egyediek, tehát hogy van nekünk egy ilyen... Hát nem ilyen. nagyon jól tudjuk. Nézzen, nagyon tudjuk, tudjuk hogy ez mit jelent mondjuk Nem csak, de ha azt nézzük, hogy, hogy itt, itt a Kárpát-medencében van 7-8 ilyen város, aminek vannak ilyen római... Emléke. Igen, tehát ehhez, ehhez képest az Ulysses mindenképpen egy nagyon-nagyon egyedi dolog, ami egyedivé teszi szombathelyt a kulturális Azt sportában. hiszem, ezt mondtad, hogy egyedi, igen, még az elején. Egyébként oh. azért, tehát az izóm is egy ilyen, nem tudom, közép-kelet-európában egy ilyen unikális dolog, szóval legközelebb szerintem hívjunk el egy, egy régészt is, és kérdezzük meg, hogy erről mit gondol. Biztos, biztos unikális, csak hogyha elmész olasz, én nem, nem, nekem az Izomban nincs semmi bajom, csak, csak hogyha elmész Olaszországba, és meg az a legelső kisvárosba, és csak a római emlékekről szól, ja, igen, itt egy amfiteátrum, tehát és ehhez képest Szombathelynek a római emlékei, és most próbálom nem lekicsinálni, mert, mert, mert nagyon-nagyon szeretem a, a, ezeket a római dolgokat, meg a, meg a hagyományokat, de a kulturális téren nagyon nehezen eladható dolgok, mert nem annyira unikálisak. Az Ulishez az viszont abszolút. Mert, hogyha ez a Csak kérdés... Talán úgy lehet ezt jól megfogalmazni, hogyha arról beszélünk, hogy a városnak az ilyen kortárs kulturális élete milyen, tehát a jelen kulturális élet milyen, milyen kínálatot tud csinálni, akkor ez egyszerűen egy jó tematika lehet, tehát ez kicsit olyan, mint hogy a Szent Márta név, Szent Márton kultusz, majdnem eljött a pápa. Tehát az, az is egy Igen, jó az, tematika. Is egyedi, igen az is És, és hogy ez egy olyan, egy olyan témakör, ami alkalmas lenne arra, hogy a város tényleg nagyon ott dobbancson. Pont, Tóni, szerintem te elfogalmazod meg nagyon találóan az egyik cikkbe, amit erről írtál, hogy ez az ulisz olyan szombathelyi számára, mint egy nem kitöltött csekk, amire lehet kicsi számot írni, nagy számot írni, és ez teljesen igaz. És az a kérdés kicsit, hogy a város hogy tud ebből kulturális tőkét csinálni, úgy, hogy mondjuk a helyiek is valamennyire magukének tudják érezni, és nem egy szűk csoportnak a belterjes ügye marad ez egy, az egész. Egyébként tava, a tavalyi szomba, szombathelyi Bloomsday-en volt erre már kísérlet, ugye több napos volt a, a, az ünnepség, vagy az egész... Három napos volt. Három napos volt és uh, itt koncertekkel, előadásokkal, stb. Itt, uh, kivitték a főtérre ezt a, uh, az egészet. Uh, mondjuk egy ilyen gasztrosóval egybekötött uh, Lehet, uh, bejátszott azért egy kicsit, nem, hogy voltak itt egy-két egy futrák. Okay. Hát igen, igen, de, de azért szerintem az, hogy uh, Hát jó, bulvárosítjuk, nem bulvárosítjuk. Egyébként koncertek az... és előadások, azok 94-től folyamatosan így kísérték az eseményt. Nekem azért volt egyébként, én egyébként idén úgy kapcsoltam a Bloomsday-hez, hogy egy mini kutatócsoporttal a Westwerk Egyesület révén csináltunk egy ilyen áttekintést, hogy egyszerűen mit csináltak az emberek 94-től június 16-án szombathelyen, milyen aktivitások voltak, amit azért volt marha jó átnézni, mert picit olyan volt, mintha a város ilyen kulturális térképét vettük volna számba, hogy így hogy változott, és tényleg mondjuk a kora 2000-es évek elején volt, hogy a, ha már a parkolókról beszéltünk itt az előbb, a Szavária filmszínház, a Szavária mozi előtti parkoló volt, hogy le volt füvesítve műfűvel, és nem tudom, Ferenci György és Racka Jam koncert volt, meg egyéb ilyen kísérleti jazz dolgok, szóval ez a koncertes téma, Egyébként a, a, tényleg a kezdetektől nyilván nagyon különböző zenei műfajokból hívva előadókat, de hogy vég, tehát végül művészeti fesztiválról volt szó, csak mondjuk ez egy, valóban egy ilyen sarkos kérdés, hogy a, a food track show kell-e kísérnie a rendezvényt, vagy kell -e így erősíteni? mindenképpen ki kell szerintem mozdítani ilyen köldök nézegetésből, tehát az, az addig rendben van. Csak az a kérdés, hogy hogyan lehet úgy bevonni tömegeket, mert még azért jó lenne minél többen ezt úgy átéreznék ennek a lényegét, és nem lehetetlen. Tehát igazából hogy néhány fantáziadús, kreatív ember azért ezt összetudná szerintem rakni ezeket a mozékokat, hogy mit lehet Há, Igen, közdeni. az, az idei azért ugye abból a szempontból ne felejtsük el, hogy egyedi volt, hogy akkor még veszélyhelyzet volt, tehát utána szüntették meg a veszélyhelyzeti korlátozások jó részét. Tehát akkor még nem nagyon lehetett ilyen, esemény eseményt szervezni. Azért hoztam elő direkt a tavalyit, mert ott volt erre már próbálkozás. Viszont, hogyha már itt tartunk, akkor térjünk át a következő témára. Nagyon sietek. Ugyanis, ha, ha, ha a beszélünk, akkor most már kell, ami nem maradt el, viszont beköltözött ugye a online térbe, ott voltak mindenféle programok, amiről írtunk is, de akkor nézzük meg azt, hogy ugye a Szavária Karnevál elmarad. Megint csak egy ilyen kis előzetes mondok most, valamikor a hétvégén jelenik meg egy cikk arról, hogy miközben itt lefújták a Szavária Karnevált, közben a augusztus 16 tól csak azt az időpontot néztem meg, ami augusztus 16-ától augusztus végéig tart, tehát gyakorlatilag ezt a két durván, durván, két hetet, ö, hogy ö, máshol hogyan viszonyultak ez, ehhez a dolgokhoz. És ugye kiderült, hogy nagyon sok fesztivált júniusról, júniusról át ö, ö, toltak erre az időpontra, és bizony, nagy, én körülbelül csak abban az idő, csak addig az időpontig, amíg a szavária, június 16-tól, amíg a szavária karnevál eredeti időpontja tartott volna, hogy a 27-től 31-ig, ha jól emlékszem, hogy 30 ig Hát lesz. Ha. több mint 20 fesztivált számoltam össze, amit megtartanak. Mondok néhány példát, ugye, ami közel van. A Balatonon ugye ott lesz kettő darab a strandfesztivál, valamint a Boglári születi, vagy nem nem is tudom, nem születi nem tudom, valami Boglári Fesztivál is, ezt most nem emlékszem így fejbe, de az is gyakorlatilag koncertekről szól, Balatonparti strandolás koncert, mint a Strandfesztivál. Azon kívül innen 120 kilométerre Veszprémbe, ugye 15-én szűnik meg a tilalom, az 500 főnél nagyobb rendezvényekről. 16-án Veszprémbe az Óváros téren elindítják a Rosé-Rizzling Jazz Fesztivált, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az óváros téren, ami ott, ott az ilyen főtér jelleget, ö, a jellege van Veszprémben, délután 4-5 órától este 10-11-ig minden nap egy héten keresztül koncertek vannak, ö, vendéglátóhelyekkel körbe, ilyen kör alakú térről van szó, és biztos, hogy több mint, van, ö, mint 500 ember van. Ezt csak azért mondtam el, mert ami érdekes volt az az, hogy megpróbáltunk teljesen, nem mondom el a cikket rend, de teljesen, mert akkor nem olvassátok el. Az a lényeg, hogy ugye a, szom, a Szombathely önkormányzat megpróbált kikérni az operatív törzstől egy állásfoglalást arról, hogy mi legyen a szaváriak, ne vállal, és nem válaszolta az operatív törzs egy megyei város önkormányzatának a kérdésére. Most ennek néztem utána, és miután ilyen hosszan felvezettem, gondolhatjátok, hogy mi lett a végeredmény, de ezt majd olvassátok el a cikkben nektek, mi a véleményetek erről. Tehát nem, most... Nekem egy kérdés nem van, ha te a szabályok akarnál a szervezője, vagy bemerned vállalni? Én, én akkor azt csinálnám, mint amit a mások is csináltak, hogy megpróbálom a, a, a... Minimalizálni? Nem, hanem a hatóságok... Tol, eh, Jó, de mondjuk kér. nem jön állásfoglalás, akkor mit csinálsz? Nem tudom, de Tóni, most nem arról van szó, hogy én most megrendezném-e a szavári karnevát, vagy nem, hanem maga az a jelenség, hogy itt lefújták, máshol viszont teljes messzélességgel belálltak, nagyon sok helyen azt nem tudom, hogy hány helyen fújtak még. De, de, de gondolj bele, a Szájra kárná, az nem pont olyan, mint egy, mint, egy, mint egy, egy öm, fesztivál, tehát, a... A, ahol van egy tér, és akkor ott állnak emberek, itt, itt hömpölyök az emberek egymás mellett. Tehát egy picit. Hát csak az, az ingyenessége ingyenes révén is. Igen, igen, így, tehát iszonyú tömegek, vagy százezerek, vagy nem tudom menny. Tehát, Meg öm... ugye a helyi lakos, tehát hogy mondjuk teszem azt, mondjuk egy olyan típusú fesztivál, mondjuk, mint egy strandfesztivál, oda mész, karszallagot veszel, hmm. bemész, bemész sátrat állítasz, stb., vagy nem állítasz sátrat, mert nap Egyed van, de hogy az egy ilyen elszaparált terület, ez a hosszúvárja történelmi fesztivál. Karnevál. Karnevál, bocsánat. Ez pedig a városi térben zajlik, ingyenes hozzáférésű, és mondjuk azok az emberek, akik a belvárosban laknak, hát persze dönthetnek úgy, hogy elköltöznek a lakásukból, de hogy nem hogy arra az időszakra, szóval ez szerintem egy kicsit ilyen speciálisabb az ilyen elszaparált területen zajló fesztiválokhoz képest. De a múljától függetlenül izgalmas a kérdés, hogy valaki besuszakolta magát ebbe a augusztus végi fesztiváldömpingbe, mi pedig így döntöttünk. Engem az érdekel, volt egy ilyen ígéret is ennek farvizén, hogy majd lesz ősszel kárpotlásként egy kisebb léptékű, valamilyen, nem tudjuk milyen városi esemény. Második Bloomsday lehet. És hogy én, engem én nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy ez tehát, hogy egy ilyen hasonló, ilyen történeti tematikából építkező valami lesz, vagy inkább koncertek lesznek, és hogy én, én kicsit így vagyok valahogy, kíváncsi vagyok, hogy a város kultúráért felelő programszervező stábja adott esetben, hogy profitelebb. ebből. Azért érdekel ez, mert azt gondolom, hogy ha évre, évre kell megszervezned egy ilyen eseményt, akkor ebben lesz egy ilyen automatizmus, hogy kiket szoktunk elhívni, felcsapjuk, hogy hogy volt tavaly, tavaly előtt, és hogy szerintem néha így jót tesz egy ilyen szünet, és lehet, hogy hosszú távon meg nem tudom, tehát jövőre lehet, hogy egy ilyen sokkal gazdagabb, izgalmasabb program. Kérdeztük lesz. egyébként már, de azt mondták, hogy, hogy a nyáron folyamán áll majd össze, és amint, mert ezt szeptemberre tervezik, ugye később, uh -huh. nem akarna várni időpontjára. Hát egy bányásznap lesz. <laughs> Annyit azért hadd mondja, tegyek hozzá, hogy, hogy viszont úgy tűnik, hogy a civilek, és itt a civileken a az önkormányzattól független programszervezőket értem, úgy tűnik, hogy azért kezdenek rákészülni erre a dologra. Tehát az, hogy itt most nem lesz karnevál, mert akkor az augusztus végi időp, az a négy, az a hétvége, ugye az, ott akkor semmi más nincs, csak karnevál van, most nem lesz, elmarad egy ilyen nagy, nagy budizás, és azért kezdenek rákészülni arra, hogy valamilyen módon egy kicsit bepótolják ezt az egészet. Ezt ingyen, kvimbé. Hát azt azért talán nem Tudjuk, <coughs> hogy nagyon hiányzik neked a hogy ezt fájlalod van még, van még egy két-három két, percünk. Erről még mondanál pár szót, Józsi, mert szerintem ez izgalmas, hogy te, vagy, vagy szerintem nagyon érdekes ez a szerepvállalás ilyen, tehát egy civil részről kezdeményezett, nem tudom a el, zenei programok a városban, hogy a, igen. És te, jó, te magad is ugye zenészként is működsz, mint nem tudom milyen szerelemprojekt, és hogy te hogy látod ezt a cénát, hogy most uh, itt a vírus után indult valamilyen virágzás, vagy, vagy tudsz ilyen titkos el, szerveződésekről, akár összehangolt helyek közötti együttműködések? Hát az az igazság, hogy én csak ilyen kívülállóként látok ebbe bele annyi, hogy azért csak embert ismerek, akik ebben a, ebben a dologban működnek, és már most a hétvégére lesz is erre egy kis beszélgetés majd. De meglátjuk majd. Ugyanis ugye azt minden, mindannyian tudjuk, hogy a, a, a tilalom idején, amikor a nem volt szabad, semmilyen tánc, zenés táncos rendezvényt Megszervezni, tartani, abban. is lehetett tartani, de úgy, hogy közönség nélkül. Tehát azért ez érdekes volt. Tehát az nem tiltották meg, csak közönség nem vehetett rajta részt. Ö, a, nagyon sokan elkezdtek ilyen, most nem mondok konkrétumokat, de elkezdtek ilyen dolgokat csinálni, hogy nyilván a zenekari próba, például téren. Aztán, ugye egy, egy idő után kiderült, hogy a, az, ez a hagyományos vendéglátó zenélés nincs tiltva, tehát az, hogy egy étterem, vagy egy más vendéglátójákkal egy borozó teraszán lehet akár élőzenét szolgáltatni, és oda szépen elkezdték bevinni azokat a zenekarokat, akik egyébként koncertképesek és koncert adnak, hogy ott betartva azokat a szabályokat, hogy nem menni oda a zenekar, hogy egymást azt a társaságot megtartani, stb. Ez így elindult szépen. És az annyi, annyit, hogy amikor így hirtelen ugye bejött ez, hogy egyébként össze-vissza de azt mondják, hogy lehet -e érezni a levegőben azt, hogy lesz valami változás. Azt nem tud, ar arra senki sem mert fogadni, hogy az 500 fő feletti rendezvényeket egy hirtelen egyik pillanatról a másikra engedélyezik. Viszont most, amikor megszűnt a veszélyhelyzet, a veszélyhelyzet megszűnését kimondó törvényben benne volt az, hogy az 500 fő alattikat meg lehet. Csinálni. És akkor gyakorlatilag az történt, hogy ezeket a rendezvényszervezőket megrohanták a zenekarok. A zenekarok, a rendezvényszervezők meg, megrohanták a helyszíneket. Most az utolsó két, utóbbi két-három napban olyan dömping indult be itt a programszervezésbe, hogy szerintem már ezen a hétvégén is érezhető lesz, de itt most jó néhány nap helyen, szombathelyen most beindul ez az egész. És de belegondolunk egyébként, nem volt ez olyan nagy, hosszú, nagyon hosszú inség. Ugyanis a, az éveleje, ez a februártól mondjuk, januártól mondjuk ilyen áprilisig tartó időszak, ez alapjában véve mindig is egy holt idő így a koncertezésben. Persze van, aki elmegy, aki koncertezik, van egy-két klub, ahol, adnak, ahol vannak koncertek, de nem volt de nem olyan sok, tehát vannak szabad hétvégék mindenhol, nem egy annyira valami. Tehát gyakorlatilag nem változott semmi, hogyha azt nézzük, mert most a... Gyakor... Egy tavasz kiesett azért a egy, szezonban. Egy tavasz kiesett, de mond, ahogy mondom, annyira... Tehát, hogy mondjuk a... Gyakorlatilag most jön be a szabadtéri szezon. Mert igaz, hogy már május közepétől jó idő, vagy meleg volt, már lehetett volna szabadtéri is koncertezni. Hát a mi adott már május elsőjén is ingyenes vagy a szabadtéri koncertet. Meg szabadt azt virslit. azt hittem, az, meg szeptember 30 én is, de ez egy másik történet. De az, hogy, az hogy, hogy az esőzés miatt gyakorlatilag most indulna be a, a, a szabadtéri szezon, és be is fog indulni, mert megvan a lehetőség rá. Ilyen sumázva igazából azt állított, hogy amit egyébként én is megfigyelek, hogy, hogy az emberek bekialakult egy ilyen kulturális programészség. Tehát, van jó, jó, menni, vagy nem tudom, most ugye itt szombathelyen a Vörös Sándor is fut egy-két előadás, mert hogy egy előadás ugye ilyen szeriálisan, és hogy te így, így, szerintem egy jó érzés, hogy ismét lehet menni, és amiről azt mondjuk, hogy nem szükséglet, és nyilvánvalóan nem az más, nem tudom, prioritásokhoz képes, de hogy így lehet érezni három hónap után, hogy passzus, azért jó elmenni arra a DJ-szetre, arra a koncertre, arra a beszélgetős programra. Az elején jó volt, jó, mert egy teraszra egy korsosörre, uh -huh. vagy, vagy délelőtt egy kávéra, például ez is. De szerintem most, ahogyan így alakulnak a dolgok, és hogyha végre abban hagy az esőzés, csak így nézek ki az ablakon, szerintem az egyik legizgalmasabb nyári szezonál előttünk most. Az utolsó pillanatban kell összeszedni. Egy normál időszakban, de már már február végén, már január végén, februárban készen vannak a nyári programok. Tehát még, még a legkisebb helyen is, mondjuk egy söröző teraszán is, már összeállítják úgy nagy részt a, ezeket a programokat. Jó, van, ahol azért kicsit megcsúsznak, de most itt hirtelen kell nekiállni, szervezkedni, és szerintem, ami nekem egyébként amúgy is a szívügyem, szerintem mindenhol a helyi zenekarok, helyi előadók lesznek most talán előtérben. És ennek én nagyon örülök egyébként, hogy idő, időnként, hogy nem mindig ugyanazok a koncert zenekarok járnak mindenfelé. Tóni? Nem, az az én bajom, hogy mi lesz a harmadik témával. Tehát ma, okay. ma, már semmi, mert nem mert lejár az időnk. Pedig, uh... pedig ez érdekes lenne. Jó, hát... Um, Vagy próbáljuk mag meg egy öt percben Már annyi is sincs. sincs. Három perc, maximum, mert leszabályozott. Hát, um, jó, akkor hagyjuk uh, meg ezt, és ígérjük meg akkor a hallgatóknak, hogy erre visszatérünk, mert szerintem ez nagyon, El, nagyon elmondjuk, fontos. Elmondjuk, hogy mi volt ez a téma? Igen. Jó, hát a harmadik témának ugye csak uh, mi a ezt az egész a zeneiskolában történt, bot, történt botrány kapcsán, így az egész iskolai tankerületi botrányokat szerettük volna egy valamennyire kivesézni, mert több is van belőle. sajnos nem szombathelyen, szombathelyen csak egy, de úgy néz ki, hogy egyre több ilyen kerül nyilvánosságra. Ugye a szombathelyt azért mindenki ismeri, hogy olvasta a nyugaton ezeket a cikkeket, több is megjelent. Belőle. Sőt, tegnap egy videó összefoglaló riport is elkészült, úgyhogy bár most nem tudunk róla beszélni hosszabban, de ajánljuk mindenkivel rácúrral készült 16 perces riportot. Nem, Számos olyan, én nem is a szombathelyi, ha. szerintem ez mindenki tud róla mindent, hanem hogy merre felé mutat, honnan az egész oktatás, hogy jó, hogy központosítottuk, nem jó. Tehát, Igen, ez lehet, hogy fontosabb téma, mint, mint két és fél perc. Tehát, igen, hát ezt jövő héten akkor ezzel fogunk kezdeni. Ha csak nem lesz valami fontos. Ha csak nem lesz valami fontos. Újabb parkolókat építenek. Vagy fákat újra. Hát jövő héten egyébként már túl leszünk a, közgyűlésen ilyenkor, sőt már közgyűlés után is ajtótájékoztatóban De mindegy. Meglátjuk, egyszer, egyszer majd beszélünk róla. És a bicikliknak is szerintem egy külön alkalmat kell szentelnünk, úgy érzem, De most már tényleg be kell fejeznünk, úgyhogy hát sajnálom, hogy egyelőre nem érkezett nagy, nem vitatkozott velünk senkit a messenger üzenetekben, úgyhogy erre készüljetek fel, hogy jövő héten ugyanebben az időpontban izítsátok be a messenger író kézi készülékeket, az ujjaitokat. Nagyon szeretnénk mi a nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal eszmét cserélni ezekről a témákról. Hát most nem maradt más, most elköszönök. Köszönöm Salamon Júlinak, Józing Antalnak, hogy itt volt velünk, itt voltatok. Köszönöm Tamásnak, Kis Tamásnak, akit közben egy pillanatra itt láttatok az elején, miközben az én tabletemen javított valamit. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok, én Szilágy József voltam.